Köszöntök mindenkit ezen a hideg januári napon. Van még néhány elmaradt videóm. Ezekből egyik a Fanni, ami szerintem egy nagyon kiváló magyar nemesítés. Egy nagyszerű magyar csemege szőlőfajta augusztus 26-án megérett, nagyon szép sárga, cukorfoka is már megfelelő, esőtől nem reped, jó kemények a bogyói, nem pereg, nem sérül. Egy nagyszerű magyar fajta. A probléma a következő. Árnyékos oldalon, nem tudom mennyire látszik, zöldes marad, és nyilván nem kapja meg ezt a nagyon szép, sötét sárga színt. Egy kis babrával én ezen megpróbálok változtatni, bár lehet, hogy már későn is korábban kellett volna. Kicsit beforgatom a fürtöt. És így van rá esély, hogy néhány nap múlva ez a szép fürt egyöntetű sárga színt fog kapni. Ezzel a magyar fajtával mindenféleképpen érdemes foglalkozni, én úgy gondolom. Összesen 7 fürtöt hagytam ezen a fiatal oltványtőkén. Ha jól emlékszem, 4 vagy 5 éves, és az elmúlt években is nagyon szép volt. Én úgy gondolom, hogy ez egy elég jó bogyó méret. Le fogom természetesen majd mérni a bogyók átlagsúlyát, de ez egy egész jó bogyó és fürt méretarány. Piacos fajta. Most babrálok a fokolóval, nem tudom, hogy mi fog ebből látszani. Hoppá! Megpróbálom bemutatni a cukorfokot. Így én most nem látom, de a felvételen gondolom látszik. Mindjárt megnézem is. Mondom is. Hát ez 19,1 fok. Ez teljesen rendben van. Jó kis fajta ez.